fenébe már! Mi a baj? Nem tudom megcsinálni a házit. Segítesz? Én? Hát hogy? Mitől különleges a családunk? Ez a házi. Pedig a mi családunk nem is különleges. Ugyanolyan, mint a többi. Akkor a barátaid átjönnek, ők mit szoktak mondani, vagy mit szeretnek? Enni. Mert mi mindig finomakat főzünk. Be se jönnek, már mi szedjük a kaját. Ha kérnek, hanem mi etetjük őket. Nem értik, hogy a nők miért a konyhában vannak, mi meg fiúk különbe a szobába. Én meg azt nem értem, nálunk az üdös néniken miért van mindig szoknya. Ha meleg van, ha hideg van, mindig szoknyában vannak. Bözsi nénit egyszer látnám farmerba, biztos követnék. A lányok meg mindig így táncolnak lábújhegyen, a fiúk meg sarkalnak, meg csapásolnak. Én is már szerettem tanulni. Elfáradtam. Ja, meg a hangszerek! A barátai mindig nézik, mert nem nagyon ismerik őket. Cimbalom, hegedű, bőgő, meg a Feri mindig így bőgőzik. A papó meg mindig veszekszik vele, hogy többet gyakoroljon, mert tróger lesz. De már így is az. Pocika, ne ugrálj az ágyon! Apa! Mondasz esti mesét? Amikor az ük-ük-ük nagypapád megszoktatta az ük-ük-ük nagymamádat, hogy együtt legyenek. Azt annyira szeretem. Lacika, kivel beszélgetsz? Senkivel. Lassan alvás, fiam. Oké. Apa, mondhatok valamit? Persze. Az iskolába Csokinak szoktak csúfolni. Anya azt mondta, hogy mások szoliba járnak, hogy ilyen barnák legyenek, mint én. De nekem ez még így is rosszul esik. Papám nekem azt mondta, hogy ne legyél sértődékeny. Aki sértődékeny, ez egy elveszett ember a világban. Te szereted a Csokit? Persze, mindegyiket. Osztálytársait szeretik? Persze. Látod? Csokit is előbb meg kell kóstolod, hogy tudd, hogy szereted. Az osztálytársainak is előbb meg kell ismerniük, hogy majd rájönnek, hogy tudják te, hogy az egyik legjobb csoki az életünkben. Szeretlek, apa. Átolálsz? Apa, apa! Rájöttem, mitől vagyunk különlegesek. Nekünk a családunk az első, a legfontosabb, és mindig számíthatunk egymásra. Apa, hiányzol.